Évek óta segíti a szolnoki önkormányzat a rászorulók tüzelőhöz jutását. Az elmúlt télen 250 család jutott ingyen fához. Családonként 3 mázsa tüzelő jutott. A fát, ha azt a nehéz helyzetben lévőknek piaci áron kellett volna megvásárolniuk, meghaladta volna az anyagi lehetőségeiket. Szociális faosztás ezen a télen is lesz. Az elmúlt évekhez hasonlóan mintegy 800 mázsa tüzelőt oszt szét az önkormányzat a Humán Szolgáltató Központ segítségével. Háztartásonként 3 mázsa kemény fa érkezik majd, így mintegy 260 család otthonában lesz melegebb az év leghidegebb időszakában. A város saját erejéből oldja meg a programot, míg az országban 1760 önkormányzat kap ehhez állami segítséget. A helyhatóságok október 15-éig igényelhettek támogatást, melyhez az önrészt maguknak kellett biztosítaniuk. A 2 milliárd forintból Jász-Nagykun-Szolnok megyében 40 településnek 90 millió forint jutott. Az önkormányzatoknak helyi rendeletben kell meghatározniuk azt is, hogy kik részesülhetnek tűzifa támogatásban.